Énekelni már több mint 15 éve énekelek, és hát egészen kisgyermekkorom óta vonzódom a zenéhez, ezért tanultam klasszikus éneket, klasszikus zongorát, jazz éneket, aztán végül is egy pop zeneiskolában fejeztem be a tanulmányaimat. Most mind kidobom, torz tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom. Van egy saját zenekarom, tavaly jelent meg az első nagylemezem, és tavaly decemberben pedig a legelső videóklippem. Először ugye ilyen technikai oldalakon kezdett el terjedni a klip, de most már több zenei portál is felkapta, sőt a héten a lemez, ez a bizonyos lemez, ami tavaly jelent meg, ez a Billboard listán a harmadik helyezett. Parfümnek varázsa, szirmoknak világa, vágyaink kézzása, sejmeknek siklása. Két fiatal rendezővel dolgoztunk, Nagy Bálinttal és Lőrinc Nándorral, és egy gyakorlatilag ilyen közös találkozók alkalmával, ötletelés szintjén próbáltunk mindenféle videóklip koncepciót kitalálni, de hát a fő vonal az ugye a dal, tehát mi az, ami a dal tartalmát a legjobban tükrözi, és aztán Nagy Bálinttól jött ez a photoshopos ötlet, és ez megtetszett mind a hármunknak, és akkor elkezdtünk ilyen irányban gondolkodni. Annyira magáért beszél a videóklip, hogy nagyon-nagyon sok helyen, tehát nem kell érteni a szöveget ahhoz, hogy megértsd, és ezt azért mondom, mert tényleg most jelenleg így a világ minden tájáról kapok üzeneteket, hogy micsoda üzenet, nagyon köszönjük, hogy nem értek egy szót se, de teljesen átjön, hogy miről szól a dal, és hogy ez csodálatos. Szóval azt gondolom, hogy így a videóklip nagyon jól funkcionál a dallal együtt. Ez nem egy létező program, hanem ez egy áll szoftver, amiben végigkövethetsz egy photoshopolási műveletet. Erre a célra megtervezett egyedi grafika és szoftver kezelő felület, szóval ez nem egy létező dolog. A dal pedig hát ezen a már említett nagylemezen szerepel, egy saját szerzemény és Sebestyén Áronnal együtt, aki egyben a szerző és zongorista társam is, közös szerzeményünk. A magyar dalszöveget azt Dorozsmai Péter írta, én pedig a francia dalszöveget. D'autres façons de se quitter. Franciául született a dal, ennek pedig az az oka, hogy én ilyen eléggé erősen kötődöm a francia kultúrához több szálon. Egyrészt tanultam gimnáziumban a nyelvet, meg voltam egy évig babysitter, és van egy francia nyelvszakos diplomám is. Eddig is voltak saját szerzeményeim, inkább úgy fogalmaznék, hogy most ez a dal az, ami tényleg nagyon nagy közönséghez eljutott, de hát ettől a sikertől eltekintve is ezelőtt is koncerteztem, eztán is fogok, meg hát nekem ugye a legnagyobb öröm az tényleg az élő koncert, meg az, hogy találkozhatok a közönséggel.